Bálint Ágnes, Mazsola, az ehető ház. A Futrinka utca végén, szinte már a mezőn, ócska, molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt tanyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fejét díszelget, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte, és házszámtáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot a házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jó borosütőtököt, aminek a címkét már kiválták a belét. Ez megteszi. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egy könnyen a szél. Fakéregből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került, egy törött palac cserepeiből. Tűzhelyen agyagból tapasztott, s egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtűnték kukoricacsutkával, csak úgy ontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a karap elröpült a fejem fölül. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán. A tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt, vagy repült. Manó Falvi Manónak unos untalan fel kellett tápászkodnia a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Ez nem negenni való. Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tökházi kóablaka messzire világított, és még a legvaksibb vévvarjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan ki csámcsoghat odakint, Manó Falvi Manó el sem tudta képzelni. Mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, csak a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manó Falvi Manó rádöbbent, hogy valaki megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprőt, és kirohant. Egy induri-pinduri madac rágta a házat. Manó Falvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot, nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. Ujjjjj! Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni. Éhes vagyok. Már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat. Különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj beljebb. Kukoricalepény, édes, drága kukoricalepény. Fél perc múlva csámcsogástól vízhangzott az egész tökház. Aj, ez aztán ízlik nekem. Ne beszélj teli szájjal, és főleg ne csámcsog. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. Hiszen úgy nem is lehet enni. Dehogy nem, próbáld csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szája lenni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Ahogy jól laktam, mint a dóda, még el is álmosodtam. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell lenni. Új, Szent Szilva mag, most meg ki bánta? Senki, csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamennem. Ejha, hát nincs otthonod. Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy olyan kicsi vagyok, mint egy szemmazsola, és belőlem úgy se lesz soha tisztességes disznó. Tudod mit, te mazsola? Maradj itt nálam. Úgy is mindig egyedül vagyok. Ha csak nem fúj erre a szél egy-egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok. Új, hova is mehettem volna, mivé is lettem volna, új. A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit Mazsola rágott a tökhéjon. Igaz, Mazsola inkább csak nézte, ahogyan dolgozik Manócska, nagyon álmos volt már.
el is aludt a kályhajóba. Itt a vége, fuss el vélet.